Szeretettel köszöntöm mindenkit mai képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy határozatképes létszámban jelen vagyunk. Egyben indítványozom, hogy a következő napi rendi pontokat tárgyaljuk a mai képviselőtestületi ülésünkön. Első napi rendi pontként Biré László külső és pénzügyi ügyrendi bizottsági tag eskütétele. Napi rendi pont előterjesztőjén én leszek. És második napi rendi pontként indítványok, javaslatok, képviselő előterjesztések, hogyha lesznek ilyenek. Előjáróban elmondanám azt, hogy ugye korábbi képviselőtestület ülésünkön Biré Lászlót külső és pénzügyi ügyrendi bizottsági tagnak jelöltük. Ő a jelölést el is fogadta, mert ugye ez is feltétel annak, hogy ő tag lehessen. Most már csak az van hátra, hogy megtegye az esküt, és onnantól kezdve elkezdhesse hivatalosan is a munkát a pénzügyi és ügyrendi bizottságban. Annyit még szeretnék hozzátenni, hogy nem ismeretlen számára ez a terület, hiszen korábbi képviselőtestületben ő már külsős pénzügyi bizottsági tagként szerepet vállalt. Akkor megkérnék mindenkit, hogy László úrra pedig majd arra, hogy az esküszövegét mondja utána. Én? Én, Biré László. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat. Bizottsági tagságból eredő feladataimat. Sajószöget fejlődésének előmozítása érdekében. Sajószöget fejlődésének előmozítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíti. Isten engem úgy segíti. Köszönöm szépen. Üdvözlöm ismét a pénzügyi és ügyrendi bizottság külső tagjaként. És legyen szíves a testőkányt aláírni. Mindannyiunk nevében eredményes munkát kívánok önnek. Második napi rendi pontként következne indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések. Ha szabad, akkor én kezdem, mert kiosztottunk egy határozati javaslatot. Ugye arról az, hogy az alkülülésen döntött a képviselőtestület, hogy a mindenkori polgármester munkájának elősegítése érdekében egy Ford Focus személygépkocsit kedvező pénzügyi feltételekkel leasingel. Most hát a kedvezőnél is van kedvező feltétel, főleg hogyha van rá fedezet, hogyha meg tudjuk venni egy összegben a gépjárművet. Ő kiszámoltuk 1,5 millió forinttal kevesebb vételár, és a vételár kifizetését pedig azt teszi lehetővé, hogy a mai napon délután 4 órakor megszűnik a Nassajó vízi közmű társulás, a pénzügyi elszámolás megtörtént, aminek eredményeként némileg váratlanul, de örömmel vettük tudomásul, hogy 8,5 millió forintot utalnak az önkormányzatunknak, már meg is érkezett ez a pénz. Tehát a társulás elérte a célját, jogszabály alapján megszűnik, és a jogutódja az önkormányzat lesz, és az önkormányzati a szennyvíz vagyon is. Ez a mellékszár, illetve annyiból lényeges, hogy ez viszont így lehetővé teszik, hogy egy összegbe vásároljuk meg ugyanazt a gépkocsit, amit leasingeltünk volna, és ismétlen 1,5 millió forinttal kevesebb az az összeg, amit erre a célra így elfordítunk. Hogyha ezzel egyetért a képviselőtestület, illetve hogyha van-e kérdés, természetesen itt is bekértük több árajánlatot, ugyanazon felszereltségűre, amit leasingeltünk volna gépkocsit, ez a legkedvezőbb ajánlat. Érkezett egy 5.892.000-es, és ebből kettő, úgyhogy ez szerintem így sokkal kedvezőbb pénzügyileg, és megtakarítás szempontjából is. Köszönöm.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a korábbi gépkocsit a leasingcégre számítja, vagy mert ez kapcsolódik a második napi rendjéhez, csak mondom. Ebben a konstrukcióban ugye ez már nem az a leasing cég, akitől leasingeltük volna, de már ugyanilyen 500 ezer forintos vételáron, mint ahogy a második határozati javaslat is mutatja, találtunk előtt a gépjárműre. Gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Csak ahogy írtam, egy kicsit előre szaladt a kérdés, a következő határozat lett volna. A leasing cég 500 ezer forintért beszámította volna, ugye ez a leasing szerződés ebben a formában akkor nem jön létre, a testület visszavonja a határozatot, viszont 500 ezer forintért egy kereskedő találtunk, aki átveszi ezt a gépjárművet, és ez pedig a költségvetésben az általános tartalék. Nem csak innen, nekem ennyire volna a kérdésem, hogy a meglévő kocsinak az eladása lezárul, hát nem úgy már gondoltam, hogy... A levegőbe így van. Ezért gondoltam, hogy beszámítják rá. Ez mondhatom, hogy szinte biztos, mert ez polgármester úr bonyolít. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés is szerintem van, amíg a formában. Amennyiben nincs és elfogadja a képviselőtestület, így a határozati javaslatot kérném készállalással szavazni. Köszönöm egy hangú szavazás eredménye. És akkor most ugye a másik határozati témájában, amit már Júlika megelőzött. Ugye korábbi konstrukcióban arról volt szó, hogy a Ford gép beszámítja 500 ezer forint értékben a gépjárművet. Erről hivatalos állapotfelmérés készült, és a hivatalos állapotfelmérés alapján két cég is tette ajánlatot, és az egyik autókereskedő cég fogja megvásárolni, illetve átvallomásít, tehát valamelyik ezt az árat tartja, amelyet a Ford ajánlott a jelenlegi állapot alapján a gépjárművet. Tehát amennyiben elfogadja a képviselőtestület a második határozatunkat, tehát Sajusz Töget községi önkormányzat képviselőtestül az önkormányzat tulajdonában lévő Opel Astra eladására felhatalmazza a polgármesterét minimum 500 ezer forint vételára. A vételára költségvetésben az általános tartalék összegét növeli, amennyiben elfogadja a képviselőtestület a határozati javaslatot, kerül készállára is a szavazni. Köszönöm szépen egy hangú szavazás eredménye. Jó, én még magamnál tartom a szót, hogyha szabad. A múlt héten született döntés a belügyminisztériumban a tűzifok pályázatokról. Már a pénz is megérkezett, 906.780 forintot nyert az önkormányzat. Ez 65-66 köbméter kemény hombos tűzifa megvásárlását teszi lehetővé, ami kevesebb, mint amire pályáztunk, de több, mint amit tavaly nyertünk, úgyhogy nagyjából elégedettek lehetünk. Bár hát olyan nagy érdemeink nincsenek, mert szerintem aki pályázott, mindenki nyert valamennyit. Nyilván, hogy a településen a lakásmegtartási támogatásban részesülők száma az alapja a megítélt tűzifának. Mi ugye kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint akár a szomszédos Nagy Csécs vagy Sajor, és nem mondom, mert ők nem pályáztak. Tehát a környező önkormányzatoktól azért jobb anyagi helyzetben vannak a település lakosai is. De mondom, elégedettek lehetünk, mert a tavalyi 45 után most 65 rászorulónak tudunk majd egy köbméter tűzifát biztosítani, és ugye a szociális rendeletünket úgy módosítottuk, hogy ezt a bizottság fogja eldönteni rászorultság alapján, és itt várjuk a kérelmeket. Jó, ez egy tájékoztatás volt, és még egy tájékoztatás. A zöld hulladék begyűjtése az időjárási viszonyokra tekintettel november 15-től szünetel, erről más módon is fogjuk a lakosságot tájékoztatni, honlapon, plakáton, nem tudom, esetleg még egy szórólapot megfontoljuk, hogyha lesz-e valami más olyan közérdekű dolog. Áprilisban, 2015 áprilisban fog újraindulni a zöld hulladék elszállítása, pontos dátum még nincs, ezzelről is tudunk majd tájékoztatást adni. A sárga kukába természetesen továbbra is a már megszokott időpontban a műanyag és papír hulladékot elszállítják.
Tehát akkor még november 14-én még elviszik az övezet? Az utolsót, igen, elviszik 15-én. Hogyha a szállítási nap most azt én megyek, igen. Igen. Értem, szerintem pénteken. Jó kérdés. Az egyen meg van nekem ennél még egy káros dolog. Testületi ülés előtt megkapta a képviselő testület ezt az anyagot, amit korábbi képviselő testületet adok emlékezni már, hogy egy kérdéssel fordult hozzánk korábban egy másik cég, tehát hogy ruhás konténert, illetve ruha hulladékgyűjtő konténer helyeznének ki településünkre, amelyben a képviselő testület hozzájárul. Itt egy lengyelországi székhelyű társaságot képvisel a magyar cég, és ugye sárga színű ruhagyűjtő konténereket szeretnének hozzánk érezni, melyeknek a mérete 100x100x210 cm, és két hetente üríteni a cég ezeket a konténereket. Hát, nem tudom, beszéljünk róla, hogy ki mit gondol erről a fajta használt ruhagyűjtésről. Nem akarok senkit semmilyen irányba befolyásolni, de korábbi képviselőtestület elutasított egy ilyen jellegű kérést, abból is. Igen, a Tesco parkoló, igen. Nem, hát az más. Szerintem egy más cég, de lényegében ugyanez a funkciója ugyanaz. Ez, ahogy láttam, a gyalatítvány, ezt pedig egy gazdasági társaság üzemelteti. És hát én inkább abban látom az aggályát, hogy így is van egy kis buhajkodás a hétvégeken a busz megállókkal, hogy nem ad egy stábpontot további ürtetelésre. Igen, nem akarom reklámot csinálni ennek a negatív cselekménynek. De, igen, félő, hogy egy ilyen lomtalanítási napszerű jelenségek lesznek akkor a konténerek körül is. Tudjátok, hogy mikor ugye lomtalanításon, akkor... Igen, ez a testületnek is az érve, hogy... Előtte való este az elég nagy intenzitású forgalom itt a falon, lomtalanítás elő estén, és akkor félő, hogy a konténerek környékén is némi pezsdülésre számíthatunk. A kék kukákat is végignézik, akkor is belemennek, bevégik emberek. Hát, mert ott is találnak textilt, cipőt, ilyesmit, játékot. Nekem nem az a baj, hanem azt, hogy szerettem a sárga szeret is hulladékból az alumínium hulladékot kiszedik, és eléggé szétszaggatják, tehát a sárga kukákat is még valaki külön szelektálja. Jó, az én javaslatom az, hogy az előző testületi döntésnek megfelelően ne támogassuk ezt a kérést, annál inkább is, illetve arra hivatkozva, hogy a gyermekjóléti szolgálat családgondozója gyűjti a használt ruhát rendszeresen és rendezi a osztást, tehát ez a közérdekű cél gyakorlatilag működik és megvalósul az ő közreműködésük nélkül is a településen. És hát gyakorlatilag közvetlenül megvalósul, mert itt oda kerül ugye a használt ruha, akinek erre szüksége van. Ezt pedig ugye elszállítják tőlünk is, feldolgozásra kerül. Hát ír itt ilyen egyház, meg egyéb jótékonysági felhasználat, de mondom, az én aggályom speciál erre korlátozik, hogy ne legyen az, hogy ilyen kicsiben a lótalanítás előestét fogjuk tapasztalni. Nem csak ezért ugye a szelektív konténerrel is előfordul az, hogyha már nem fér a konténerbe, vagy tudják, hogy egyébként azt nem lehet belerakni, hogy akkor visznek a konténerbe, azt lerakják mellé, ugye a Kft. Dolgozója azt időnként elszállítják, mert ez most tulajdonképpen felhívás arra, hogy bármit lehet oda tenni, úgyis elviszik. Úgyhogy ezúton kérek meg mindenkit, akinek nem égi, az nem veszi magára, de hogy a konténert arra használjuk, amire való. És akkor ezek után, ha nincs egyéb kérdés észrevétel, akkor szavazzunk. Kiszavaz arra, hogy a konténer ne kerüljön kihelyezésre sajnos szöget területén. Ne kerüljön. Ne kerüljön. Ne kerüljön. Köszönöm szépen egy hangos szavazás eredményt. Tehát akkor ismét azon az állásponton vagyunk, amelyen a korábbi képviselőtestületén nem szeretnék, hogyha használható a gyűjtő konténer kihelyezésre kerül a településen.
hiszen ez a fajta cél nálunk megvalósul a család segítő szolgálaton keresztül. Egyéb kérdés észrevétel, illetve az egyenlőben van-e még valakinek felvetni valója? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a mai munkát, és várom neked a következő testületülésre.